Már is folytatjuk a Mokkát, méghozzá azzal, hogy múlt hét szerdán pacemakert, vagyis szívritmus szabályozót ültettek be Klapka Györgynek, aki a beavatkozás ellenére sem pihen. Két nappal életmentő műtétje után, alig hogy kiengedték a kórházból, már is a bíróságra vezetett az útja. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Jó reggelt. Hát, jó hogyha most ez valami hasonlót kéne a saját gyerekemről elmondani, akkor azt mondanám, hogy hát nem szabad ilyet csinálni. Asszony ugyanezt mondta. Ugye? Hogy nem szabad. Sőt, lehet, hogy így akarta tesztelni mindjárt, hogy hogy működik a pacemaker, nem, hogy bíróságra ment. Megmondom, semmi változás nem érzek, úgyhogy meg is kérdezem, minek fogdostak össze engem, hogy nincs változás, mert az EKG-m ugyanolyan volt a pacemaker után, mint pacemaker előtt. Uh-huh. Jó, de hát valamit azért, vagy valami miatt csak be kellett tudni. A lányom tenni. Beszélt rá, ugye, aki ilyen kutatótudós, meg a unokám, aki most negyedéves orvostan hallgató. Uh-huh. Tehát ugye, van okos a családban. Van okos a családban. Rábeszéltek, hogy nagypapa vagy papa, nyugodtan csinált, semmi baj nem lesz. Nincs altatás, már ugye helyi érzéstelenítés van. És ma modern pacemakerek vannak, úgyhogy picik beültetek, 10 évig jó, stb. Hát meglátjuk. Én mindesetre még érzem, hogy ugye összevagdossák az embernek azért rendesen a pálát, ahol beültetik. Nem, nekem az ott eszembe, hogy egyszer kipróbálnám, milyen nem szív, akkor elérzéstelenítik a szívemet. Nem a szívet érzéstelenítik el. Nem. Honnan történik a műtét? Itt ez a luk, amit a vállon van, igen? Ezt vágják fel, itt csinálják egy tasakot, igen. Oda beteszik a pacemakert, és egy éren keresztül, amit megkeresnek, lemennek a szívhez a katéter, a bizonyos végével, ami majd löki a szívet. És az érdekes az, hogy az orvos, mert közben vicceltünk, ugye, közben, az, én már ilyen vagyok, nem tettek róla. Azzal kezdtük, ugye, hogy azt mondja a műtés nekem, hogy nyújtsa ki a jobb kezét, és elkezdi húzni a bal kezemet, mondom, jaj, nehogy úgy járj, mint a szerencsétlen, akkor a jobb lábát le kellett vágni, és a balt vágták le. Így kezdődik. És azt mondja nekem a doki később, tudja azt, hogy nagyon nehéz a női szívekhez eljutni. De magáéhoz sokkal lehet, elég sokáig kereste azt az eret, amin le lehet mászni oda. Ugyanez, jó, hogy nem azt kérdezték, hát, hogy van szíve magára, akkor egyáltalán van. Ugyanez volt az asfalt, amit én próbáltam élni, hogy olyan jó lenne néha, hogyha egyszer nem éreznék, hogy a szívérzéstelenítéssel. Úgyhogy befejezzük, és olyan, ugye kétszeri varázs kapunk ilyenkor, ez a belső varást, ami olyan cérnával, ami föloldódik, hát igen. Nem is cérna, hanem ilyen afrikai birkabél, amit azzal kavarják össze az izét, és a külső, és mondták, hogy menjek haza, és mondom, hogy többet kettő kötözésre, mondták, nem kell, majd 3 nap múlva vegye le a kötést, és kész. Uh-huh. Eltelt a 3-4 nap, de nem merem még levenni, mert ja, akkor mindig rajta van. Még mindig rajta van a kötés. Ettől és most piszket egy kicsit, az már szerint jó gyúr. De egyébként, hogy beültették, berakták ezt a pacemakert, jobban érzi magát? Érez valamilyen semmi különbséget? Semmi, ugyanúgy éli az életét. Persze, egyébként ebből a tempóból nem akar ön visszavenni? De szeretnék, csak akkor már halálomon vagyok, az a baj. Tehát abban a pillanatban, hogy kicsit nem dolgozik, vagy nem akar dolgozni, nem, már rosszabbul nem tudom, van. Nem tudom elviselni. De jó. Hogy képzeljük el az ön mindennapjai, Gyurivá? Tehát, hogy fel kell korán reggel, gondolom. 6 óra, fél hétkor kellek normálisan. És onnantól pörög? Ha tévé vagyok, akkor korábban. Igen, ez egy ilyen műfaj. És onnantól pörgök, azt megyek be a munkahelyre, ott elvégzem az adminisztrációt, kiadom az utasításokat, mit kell csinálni, mit nem kell csinálni. És nem az a baj, meg vagyok szállva mindig valami újabbat csinálni. Most megint csinálok valami újat, ugye ott van a diós, ami elég sok munka, ott van az aranyüzlet, ami elég sok munka, ott van az antikvitás, ami elég sok munka, de ezzel nem elégszem meg. Úgyhogy mindig újabbat és újabbat csinálok, ez egy szörnyű dolog. És a bíróságra muszáj járni? Olyan stressz, olyan megerőltető egyébként, tehát valóban nagyon meg tudja viselni az embert. Hát engem is megvisel, pláne, hogy az ember 8 órát ott délig ott ül bent, és sok hülyeséget hallgat. És nem mehet dolgozni. Persze, nem egy kellemes dolog, de hát ez velejárója egy kereskedőnek, úgyhogy bíróságot nem tudjuk elkerülni, mert minden évben van valami, ami vagy nem fizetnek, vagy nem úgy történik, vagy valami, és akkor mindig szalad az ember a bíróságra. Nagyon sokszor azt szokták mondani. Most bocsánat, ezt nem értettem. Tehát önt becsapták, és azért kell bíróságra járnia? Én elvégeztem egy munkát, és ezt a munkát nem fizették ki. És ez ki nem. Volt? Ki volt az? Hát jó, nem mondjuk. Többször is előfordul. Milyen típusú ember ön egyébként, Gyuri Bál, tehát aki nagyon-nagyon felhúzza magát, vagy már annyira rutinos, így az elmúlt pár évvel, ami ott itt a földön van, egy nagyon fiatal, hogy tudok, mindenre legyen. Tudok veszteni.
tudok veszteni nőbe is, pénzbe is. Hát nőbe azt tudjuk. Úgyhogy nem izgatom magam egyáltalán. Pénzért soha nem izgatom. Azt mondják, magam. Hogy ez a hosszú életét, hogy a leginkább a stressz gyilkolja a szívet. A stresszem nekem ez is van, mert hogy... rengeteg emberrel dolgozok, és amit én gyűlölök, a butaság és a lustaság. Szóval az a két dolog, amit szeretem. A butaság és a lustaság? Igen. Ez a két dolgot rettetesen gyűlölöm, hogyha valaki nagyon buta vagy nagyon lusta, azt én nem tudom elviselni. Minden mást el tudok viselni. Az, hogy becsap, az, hogy átver, az, hogy hazudik nekem, azt mind el tudom viselni. Csak ne legyen lusta és ne legyen buta. Hát igen. Mi a helyzet a házassági fronton? Bírja még az új házasságot? Nagy új házasságot, egy éves még csak. De nagyszerű, hát szóval 25 évig kipróbáltuk, igen, hát hogy megy vagy nem megy. Tesztelési idő. Én szeretem, mindig szeretek otthon lenni a dolgokban, szóval mindig szeretem megnézni, hogy mi a helyzet, és sikerült 25 év, mondom, akkor jó van, a következő 25 évben elveszlek feleségül. Milyen nyara lesz? Gyönyörű. Siófokra megyünk nyaralni, az egész család, jönnek Németországból az összes unoka, az összes nagygyerekem, a tudós lányom a gyerekeivel, a fiam, szóval mindenki jön, és hát ott együtt leszek. Úgyhogy mi szaladgálunk majd 4 felnőtt, vagy 6 felnőtt, 4 gyerek után, mint az őrült. Ezzel fog eltelni. Nagyon jó nyarat kívánunk önnek, jó egészséget. Kicsit pihenjen ezzel majd. Mindennyiunknak pedig még sok ilyen beszélgetést. Köszönjük szépen. Én is nagyon szépen köszönöm. Köszönjük, hogy itt van.